A honfoglalástól a 16. századig Magyarországon a királyok üzeneteit, rendeleteit a hírnökök és futárok vitték szét, de emellett a vármegyék és a főurak is működtettek saját hírvivő szolgálatot. A 18. században kezdett kialakulni a mai értelemben vett postahivatal. Nyelve német volt, ahogyan alkalmazottainak döntő többsége is. 1869-ben a világon elsőként az osztrák-magyar posta rendszeresítette a levelező lapot. Az első világháborút követő forradalmak, katonai megszállás és a trianoni békekötés után szinte teljesen újjá kellett építeni az ország postahálózatát. Ennek az időszaknak első jelentős újdonsága a Csepelen üzembe helyezett rádiótelefonállomás. Manapság a levél és a küldemények felvétele és kézbesítése mellett a postai szolgáltatások számos dologra kiterjednek. A postán ma már csekket fizethetünk, átutalást is intézhetünk, de akár biztosítást is köthetünk. A modern posta nélkülözhetetlen munkatársai a pénzforgalmi ügyintézők, hiszen a posta által nyújtott szolgáltatások továbbra is fontos szerepet töltenek be az emberek életében. A kedves és mosolygós pénzforgalmi ügyintéző megkönnyíti az esetleges várakozási idő kellemetlenségeit. Postai küldeményeket, levelet, postacsomagot vesz fel és pénzt kezel. Az ügyfelek által feladott csekkek, pénzutalványok esetén be- és kifizetést végez. Emellett postai értékcikkeket és egyéb kereskedelmi árukat forgalmaz, hírlapértékesítést végez. Logisztikai, pénzügyi és ügyfélszolgálati feladatokat lát el. A küldemények kezelésekor egyéb postai szolgáltatások és tevékenységek során alkalmazza azokat a támogatói informatikai rendszereket és irodatechnikai eszközöket, amelyek megkönnyítik a szolgáltatások elvégzését. A szabályzatok alapján a munkavégzéshez előírt dokumentációs feladatokat végez, okiratokat, naplókat használ és nyilvántartásokat vezet. Édesanyám postavezető, úgyhogy igazából már gyerekkoromban tapasztaltam azt, hogy hogy működnek ezek a postai dolgok. Azt tetszett benne, hogy emberekkel dolgozott, foglalkozott velük, és nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, úgyhogy ez megfogott benne. Úgy gondolom, hogy a mai rohanó világunkban nagyon sokan igénylik is azt, hogy beszélgessenek velük. A postai pénzforgalmi ügyintéző általában irodai környezetben dolgozik, és az összetett feladatköre miatt számos eszközt használ. Az irodai környezetben általában megtalálható a telefon, a fénymásoló és a faxkészülék, melynek kezelése alapfeltétel. A munkájához elengedhetetlen eszköz a bankjegy és fénypénz számláló, de érteniük kell bizonyos speciális informatikai programokhoz, és a POS terminál kezelésének ismerete is fontos a munka elvégzéséhez. Szabályok is vannak, szigorú belső szabályok, egyértelműen minden le van fektetve. UV lámpa, ami ugye ellenőrizzük a pénz valódiságát, bizonyos összeg fölött kérünk ellenjegyzést, vagy különböző nyomtatványokat töltünk ki, beazonosítjuk az ügyfelet. Posztterminálunk van, ahol ugye kártyával is lehet fizetni, bankkártyával. Az ideális pénzforgalmi ügyintéző felelősségteljesen végzi munkáját, hiszen pénzzel dolgozik, esetenként több millió forint sorsa múlik rajta. Mivel ügyfelekkel dolgozik, fontos a kiváló kommunikációs képesség, és a megfelelő konfliktus kezelés képessége is elengedhetetlen. Nagyon fontos az, hogy szeressünk az emberekkel kommunikálni, könnyen tudjunk kapcsolatokat teremteni, tehát igazándiból ez a lényeg. Sok-sok tárgyalás, beszélgetés kell hozzá, empátia, kitartás. Maga az, hogy pénzt kezelünk, ez is folyamatosan alakul ki nálunk, és ahogy így belefolytunk a banki szakmába egyre jobban, ott már akkor megbarátkoztunk a pénzzel, nem szabad félni a pénztől, én azt tudom mondani. Felelősségteljes, de megijedni nem kell tőle. A postai pénzforgalmi ügyintézők munkaideje a posták nyitvatartási idejéhez igazodik. A postahivatalok épületén belül többnyire egész nap üvegablak mögött végzik munkájukat. A tartós ülés mozgásszervi panaszokat okozhat. A pénzzel való bánás állandó, fokozott figyelmet igényel, nagy felelősséggel jár, ami pszichés megterhelést jelent. Gyakran a sorbanállást nehezen viselő, türelmetlen embereket kell kiszolgálniuk, ami stresszt okozhat. A szakma gyakorlásához épp érzékszervek szükségesek, de fontos a megfelelő beszédkészség, illetve a kar, kéz, ujjak épsége a munkaeszközeinek kezeléséhez. A munkavégzés helyszínének akadálymentesítésével, a munkakör adott sérüléstípusnak megfelelő módosításával mozgássérültek számára is lehetőség nyílik a munkakör ellátására. Mindenféleképpen olyan munkahelyet szerettem volna, ahol van előrelépési lehetőség. Posta biztosítja ehhez a feltételeket, a tanulás feltételeket.
A képzésre érettségi után lehet jelentkezni, egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek. Ideális, ha a jelölt érdeklődik a kommunikáció, valamint a matematika iránt. A postai üzleti ügyintéző szakképzés elvégezhető szakközépiskolában és felnőtt képzés keretei között egyaránt. A képzés során a tantárgyak részben a kereskedelemhez, a marketinghez, részben pedig a postai ügyintézéshez kapcsolódnak. A képzés végén minden hallgató emelt szintű szakképesítést kap, mellyel a postahivatalokban közel 20 munkakört lehet betölteni, a pénzforgalmi ügyintézőtől a főpénztáros vagy küldeményfelvevő munkakörig. Rokonfoglalkozásként a kézbesítőt és a banki pénztárost említhetjük. Statisztikai adatok alapján a postai ügyintéző havi keresete 150 és 190 ezer forint között alakul. A posta szolgáltatásait hazánkban több mint 2000 postahivatalban lehet igénybe venni, ezért az ország számos településén lehetőség nyílik a szakképzettséggel való elhelyezkedésre. Úgy érzem, hogy egy nagyon kedves csapatba kerültem be, és szerintem postások mindig mindenhol mindenkivel nagyon kedvesek, úgyhogy ez megkönnyítette a helyzetemet mindenféleképpen, és igazából amire számítottam, azt kaptam. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.